550 családorvosra lenne még szükség országos szinten ahhoz, hogy minden beteget megfelelően el tudjanak látni. Az orvoshiány főleg vidéken jelent problémát. Az ország déli részén megyénként 50 orvosra is szükség lenne, de Székelyföldön is vannak problémák. Bíró Gyula Péter lakáról jár havonta egyszer körtvéfájára kivizsgálásra, és hogy gyógyszert irasson. Ott jártunkkor elmondta, már két napja elfogyott a gyógyszere, de nem tudott hamarabb jönni. Messze lakok, ahol jönnek, és én a falu végén lakok telek felől, és akkor két napot kell járjak oda, egy nap, hogy vizsgálni, és utána gyógyszeré, hogy menjek, és már öreg vagyok, és nehéz. Inkább egyszer valahogy eljövök ide, és így jobbnak minősítsük. Gálfi Zsuzsa családorvos 1550 betegért felelős. Körtvéfáján túl Péter laka és Telek is az ő körzetébe tartozik. Ezekre a településekre hetente egyszer jár ki, de az ingázás költségein és kellemetlenségein túl más gondokkal is meg kell küzdeniük. Mivel hetente egyszer járunk, például én ezekben a távoli falvakban, ezért sosem üti a széle a hosszát, tehát 30 napra írhatok gyógyszert, de a 30 nap nem biztos, hogy pont akkor telik le, amikor én ott vagyok, vagy amikor a beteg hozzám fordul. Az is problémát jelent, hogy sok vidéki orvosi rendelő nincs kellőképpen felszerelve, nincsenek biztosítva a megfelelő körülmények. Ha mégis elfogadják a falusi praxist, az orvosok vagy ingázni, vagy költözni kényszerülnek, erre pedig ritkán kapnak támogatást. Akad azonban pozitív példa is. Van egy szemléletváltás, ez már nem új dolog, és ez jó. Ez jó, hogy a közösség lenyúl az orvos után, hogy segítse. Ilyen példák azonban hazánkban ritkán akadnak. Ahhoz, hogy az orvosokat vidékre vonzák, sokkal több támogatásra lenne szükség az állam és a helyi önkormányzatok részéről.